hogy az újabb a T-38-as tervezetben már szerepel, így megvalósul a fogyatékossággal élők szervezeteinek az az igénye, hogy a fogyatékossági fejlesztés politika alapja lehessen ez a népszámlálás. Visszatérve az összehasonlíthatóságra. Az összehasonlíthatóság már önmagában azért is hamis érv, hiszen ha van egy rossz kérdésünk, azt egy korábbi rossz kérdéssel nem lehet legalizálni. Márpedig ez most így történne. Rossz kérdés a vallásra és egészségi állapotra való kérdésfeltétel. Hogy miért is rossz ez szerintünk? Ennek leginkább két oka van. Az egyik az, hogy egy ilyen kérdésre nem lehet pontosan válaszolni. Milyen felekezethez tartozik ugye ez a kérdés? De ez alapján nem lehet megmondani, hogy ténylegesen milyen vallást gyakorol. És hogyha ezt a kérdést így értelmezzük, mint hogy a Fidesz így értelmezte a kormányzati ciklusa idején, és ez alapján akart következtetést levonni arra, hogy milyen egyházakat milyen módon támogassunk. Márpedig azt egészen biztosan nem akarták megválaszolni az állampolgárok, hogy ezzel a válasszal már azt is megmondják, hogy melyik egyházakat kívánnák ők anyagilag támogatni. Hiszen az előző kérdésnél tudjuk, hogy 5,5 millióan válaszoltak arra egyhangúan, hogy mondjuk katolikus egyházhoz tartoznak, ugyanakkor csak 300 ezer ember, alig több mint 300 ezer ember támogatta 1%-ával ugyanezt az egyházat. Azért is rossz kérdésfeltevés ez, mert vannak nagyon rossz történelmi példák, és vannak olyan felekezetek, akik nem szeretnek erre a kérdésre válaszolni, ugyanakkor mégis érintené őket az a következtetés, ami az egyházak finanszírozásából következne, amit a Fidesz lehet, hogy most ismét be akarna vezetni, mint ahogyan ezt 2001-ben már tette. Másrészt pedig azért rossz kérdés, mert ahogy korábban is elhangzott, vannak olyan dolgok, amikhez az államnak egyáltalán nincsen köze. Valami személyes ügy, intim szférán belüli. Ez egy ilyen ügy. Nem gondolom azt, hogy szerencsés lenne akár kétharmados többség birtokában is megvalósítani azt az orwelli víziót, hogy a nagy testvér mindent figyel. Márpedig jogosan félünk ettől, mert azt mindannyian tudjuk, hogy ma olyan világban élünk, ahol a születésünktől a halálunkig minden követhető és dokumentálható, ahol, hogy a klasszikus mondja, még meg sem értünk egy napot, már kapunk egy cédulát, ahol sokak szemében nem emberek, hanem fogyasztók vagyunk és célcsoport, ahol már ha fölmegyünk a világhálóra, tudják követni azt, hogy miket olvasunk és az alapján kapunk hirdetéseket, ahol a többséget adó párt gátlástalanul számon tartja azt, hogy ki hova szavaz, ahol Kubatov óta tudjuk, hogy külön listát készítenek azokról, akik másképp gondolkoznak és máshogy szavaznak, ahol akik másképp szavaznak és másképp gondolkoznak, azoknak a postaládájára képesek halálfejet ragasztani elijesztésképpen. Most én azt gondolom, láttam ilyet, elnézést. Most én azt gondolom, hogy ezek az adatok nincsenek biztonságban egy olyan kétharmados többségnél, mint amilyenek önök. Önök úgy látszik, hogy azt a stílust, amit bevezette 98 és 2002 között, nem kívánják megváltoztatni, és ahogy önök fogalmaznak, most forradalmat csináltak a szavazófülkékben, és talán forradalmáraknak gondolják magukat, de én szerintem csak olyanok, mint a francia forradalom után visszatérő Bourbon rezsim, semmit nem tanultak és semmit nem felejtettek, de az emberek se fognak. Köszönöm. Megköszönöm a felszólalást. Következik Pősze Lajos, a Jobbik képviselője. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nincs ezzel semmi gond, ezzel a törvénytervezettel, módosítással, ez úgy jó, ahogy van. A Magyar Statisztikai Hivatal európai szintű, sőt világszínvonalon álló intézmény, a Magyar Statisztikai Hivatal minden problémát meg tudott oldani idáig, minden népszámlálást kellő biztonsággal kezelt. Magam is 12 évet húztam le, és az informatikai hátterű szolgáló intézménynek még igazgatója is voltam. Egy bit információ onnan soha nem derült ki.
ki, vagy nem került ki. Igenis, menjünk előre, kezdődjön el a felkészítés, óriási munka felkészíteni a népszámlálókat, nem mindegy, hogy melyik kérdés, hogy fogalmazzuk meg, pontosan azért, hogy jó kérdésekre jó válaszokat kapjunk, mert például az egészség állapotára is, ha laikus választ adnak, ugye, akkor azzal nem tudunk mit kezdeni. Úgy kell kérdezni, hogy az a válasz használható legyen. Nem fog kiderülni semmi plusz információ, tisztelt képviselőtársam, mert a mai BNO kódokban, amikkel oda megy egy évben 5-10-szer a patikába a pénztárhoz, abból pontosan látja legalább 10 ember alkalmanként, hogy magának milyen betegsége van. Tehát innentől kezdve azt megkérdezni egy szerencsétlen fogyatékostól anonim módon, hogy ugyan van-e valami baja, és majd tudunk-e segíteni, hát enyhén szólva ez képmutatás, kérem. Ugyanez vonatkozik a vallási dolgokra, és éppen itt beszéltünk arról az előbb, nem is keresett, hogy mennyi feladata van az egyházi iskoláknak, hát micsoda súlyuk van egészségbe, oktatásba, otthonokba. Hát persze, hogy tudnunk kell, hogy hány embert érint ez. Hát persze, hogy tudnunk kell, hogy kiknek adunk és mennyi állami támogatást. Úgyhogy gyerünk előre, csinálják, mi támogatjuk. Köszönöm szépen. Megköszönöm képviselő úr felszólását. Következik Z. Kárpát Dániel, a Jobbik képviselője, őt követi majd Siffer András. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nagyon köszönöm a szót. Van annak valami diszkrét bája, amikor e falak között az MSZP képviselői orwelli világrendről és cenzúráról harsognak. Egészen elképedve állok itt ebben a teremben, bár ilyen késői órán is. Beszéljünk arról, hogy egy olyan kérdésről van szó, amely már az 1870-es években felmerült, hiszen vallásra a népszámlálások során először akkor kérdeztek rá. A termékenységi adatok lekérdezése során pedig egy egészen másik területre tévedünk át, amely nem divatos ebben a házban, többek között önöknek köszönhetően nem divatos. Az utóbbi 20 évben ugyanis a magyar népesedés kérdése kikerült ezen falak közül. Itt mindenkinek megvan ebben a felelőssége bizonyos tekintetben, az önöké természetesen elvitathatatlan. És meg kell jegyeznünk azt is, hogyha ezen nem változtatunk, akkor az is mindegy, hogy önök milyen kormányprogramot nyújtanak be, hiszen 20, 30, 40, 60 év múlva ennek nem lesz olyan erős jelentősége. Ugyanakkor az, hogy az utóbbi 20 évben e tekintetben nem történt semmi, közös felelősség, ezen változtatni kell. Természetszerű, hogy a népszámlálást illető minden változtatást támogatunk, a Jobbik ezt a kezdeményezést támogatja. Ennek oka többek között az, hogy egy népszámlálási folyamat teremthet olyan közelfogadást, amelynek következtében lényegi politikai következmények és változások állhatnak be. Ha már szóba került a mai nap folyamán az egyházi intézmények, a vallási, iskolák, kulturális intézmények támogatottsága, ez is egy olyan terület, amely a népszámlálási adatok alapján sokkal könnyebben kiterjeszthető, szélesebb körbe vihető, de ugyanígy egy új iskola, egy új egészségügyi intézmény létesítését is nagyban befolyásolják azok, hogy milyen adatokhoz jutunk, milyen pontossággal érjük el ezeket. Megint csak ott tartunk, hogy a jogokról beszélünk a kötelezettségek helyett. Az állampolgári kötelezettségekről kellene jelen esetben beszélnünk, és az ezek által elérhető közös hasznokról. Hiszen mindenki előnyére, hasznára válik az, amiről itt beszélhetünk. Az adatszolgáltatás iskolába járásra vonatkozó része, és szeretném kérni a kormánypárti, a lendő kormányzattól, hogy ezt is olyan fokon és olyan módon kezelje, hogy ennek az adatai mélyebb feldolgozásra kerüljenek, hiszen ez alapján alakítható át a segélyezés rendszere. A jelen pillanatban tapasztalható rendszer helyett, miszerint lyukas kalapba szórjuk a pénzt, és 20 éve milliárdokat haigálunk ki az ablakon, teljesen fölöslegesen, végre valahára átalakítható rendszerhez juthatunk azáltal, hogyha a 10 évente egyszer bekövetkező népszámlálási adatokból indulunk ki. Teljesen természetszerű az is, az önök által felvetett aggállyal ellentétben, hogy a történelmi és a legnagyobb létszámú egyházak abszolút támogatják ezt a kezdeményezést, önérdekük, hogy támogassák. Az erről folytatott kommunikáció évekkel ezelőtt megtörtént, és azóta is folytatólagos, annak érdekében, hogy a saját helyzetük is könnyebbé váljon egy hiteles, nyomon követhető népszámlálási procedúra során. Nem véletlen, hogy a civilizált világban ezek a kérdések a vallásra, termékenységre és igenis a nemzetiségre vonatkozó kérdések mindenhol megtalálhatóak, évtizedek óta megtalálhatóak,